Mostat a gazda a vasderesen, lánya mögötte feszítve gyesen. Karjú kiárs leröpül valahány, lába kezét töri lópapa lány. Varjú repülska cakkomi szang, holnap is erre jöhetnek, uram. Nagyon szépen köszönjük. Gyönyörű kezdés volt. Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm három szellemi barátomat és példaképemet, Kassai Lajos íjászmestert, Müller Péter írót és művészt, és Szifó Ambrus Szabolcsot, kungfu mestert és tanítót. Igazi öröm ez a mai nap. Az első fél órában négyen fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan tudunk segíteni nektek, az országnak, és a világnak, azaz az embernek nagy elvel. És kezdhetünk bármiképpen, de folytatni azt kérdésekkel fogjuk, és miután a fórumot befejeztük, utána Kassai Lajos barátom fog egy önálló beszédet tartani, szintén a ti kérdéseitekkel és válaszokkal. Szóval, hogyan segítsünk azokon, akik nem is tudják, hogy ez lehetséges? Hát te első segélynyújtás van. Mielőtt. Az? Igen. Az első a segély? Ja. Én, ha valaki nem nyúl értem, azt elkapni tudom, de segíteni rajta nem. Ahhoz kell egy belső kérdőjel, egy hiány, egy vágy, hogy keressen. Valahogy, aki zörgetik, annak megnyittatik. Valami ilyesmit tudok mondani, különben nem tudok segíteni. Ez a tapasztalatom. Lajos, nálad zörgetnek? Szerintem nagyon fontos tisztázni a mester szerepét. Mert a mesterről nagyon sokan azt gondolják, hogy a technikai tudás átadása az életének a célja. De itt sokkal többről van szó, egy mester, de hogyha harci művészetekről van szó, adott esetben ez a mester a harcos archetipusnak, a satriának ad otthont. Minden dozsó, minden edzőterem, minden olyan iskola, ami harci művészetekkel foglalkozik, az a satria, a harcos archetipusnak az otthona. Ez a satria, ez a harcos archetipus a harci művészeten keresztül tud önismereti útra, önismeretre, és az önismereten keresztül egy személyiségfejlesztésre szert tenni. De a mesternek van még egy társadalmi feladata is, hiszen egy mester minden esetben egy nemzeti kincs. Nemzeti kincs azért, mert a saját nemzetének a sorsa, karaktere, történelme, filozófiája a vérében van, és a vérében csörgedezik. Egy igazi mester az a közéletben is képes megszólalni, és van egyfajta közéleti szereplése is, soha nem politikai, soha nem kötődik politikai pártokhoz, kurzusokhoz, de mindig az adott közösség, az adott társadalom fontos kérdéseit érinti. Ha megengedik, megosztanám egy reformációmat. Nekem van egy nagyon jó barátom, Zsigmond Gyula, aki Svédországban él, matematikus, építész és pszichológus, és minden esetben, amikor mi beszélgetünk telefonon Svédországban, én itthon, akkor mindig elkeseredettem, számol be arról, hogy Svédország milyen lejtmenetben van kulturálisan, és az a Svédország, ami a 60-as, 70-es években volt, az már nem ismerhető föl. És én nagyon sokat hallottam ezeket a rémtörténeteket, a bevándorlásról, egy identitását elvesztő népről, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy mit gondol arról, hogy mi lehet az első lépcsőfok ezen a lejtőn. És akkor ő azt mondta, hogy véleménye szerint az, amikor Olof Palme beszüntette a magázódást. És én nagyon sokat gondolkodtam ezen, mert én
én a lehető legrosszabb módját választottam a feszültség levezetésnek, ez a káromkodás volt. És amikor valami olyan történt, ami nem tetszett, hát akkor én nagyon cifrákat mondtam, és egy olyan ember számára, aki a saját környezetét, életét, házát, teljes vagyonát a tanítványaival megosztja, akkor ezért erre akad alkalom. Amikor nyitva hagyják a konyhakertnek a kapuját, és oda bemegy a Mangalica konyha, azt, hogy Mangalica konda, azt, hogy nagyjából el tudjuk képzelni, hogy milyen csatatér marad utánuk, és akkor én nagyon cifrákat mondtam, amit most, ha megengedik, nem idézem itt vissza. És nagyon, nagyon zavar a közbeszéd, nagyon zavart a saját környezetemnek a stílusa, és nagyon sok megoldást kerestünk arra, hogy vajon lehetne ezen változtatni valahogy, és eszembe jutottak a Zsigmond Gyulának a gondolatai, és azt mondtam a közvetlen környezetem, hogy próbáljuk meg, kezdjünk el magázódni. Tehát, hogyha ez visszafele működik, hogyha ez lehet egy ilyen lépcső a lejtőn, hogy elkezdünk tegeződni, nézzük meg azt, hogy hiszen ez a magázódás ez volt. És akkor azt mondták, hogy magázódva is el lehet küldeni a francba mindenkit. Nem. Én most már másfél éve magázódom, amitől belekeveredek, mint majom a házi cérnába, mert akit másfél éve ismerek, mindenkivel magázódok, de akit korábban ismertem, meg tegező viszonyban vagyok, és hát ez elég lehetetlen helyzeteket eredményez. Viszont látom az áldásos hatását ennek a dolognak. Egy emelkedettebb, egy tisztább, egy elegánsabb kommunikáció vette a kezdetét, úgyhogy engedjétek meg, hogy magázzam önöket a nap hátra lévő részén. És hát ez az én egyik reformációm, aztán majd beszélünk a többiről is. Tudok csatlakozni a Péterhez, hogy nagyon nehéz úgy kapnunk valamit, hogyha nem viszünk bármit is. Szóval üres kézzel jövünk, üres kézzel távozunk. Szóval valami kérdés, valami erőfeszítés, valami szándékot, ha nem tudunk megjeleníteni, akkor nincs az a tanító, nincs az a mester, aki tud nekünk segíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor tudok én segíteni, hogyha kapok felhatalmazást. A tanítvány tesz engem tanítóvá. És hogyha a tanítvány felhatalmaz, akkor nekem van lehetőségem támogatni őt, nem megoldani a helyzetét, hanem támogatni, irányt mutatni. Ha ezt nem kapom meg, nincs lehetőségem segíteni. És ehhez viszont meg kell egyfajta képviselet, egyfajta önreflexió, ami a legnehezebb, hogy képviseljük azt, ami elromlott bennünk. Milyen nehéz dolog az kinyilvánítani, ami a gyengénk, amit takargatnánk. Szóval én azt gondolom, hogy egy jó tanulónak az a fő ismérve, hogy nyílt tud lenni. Mesterként nem tudunk gyakorolni. Tanítványként tudunk gyakorolni. És ha valaki mesterként el, vagy tanítóként kezd el gyakorolni, az nem gyakorol. Az nem fejlődik. Az ismétel valamit lélek nélkül. Nincs meg az alázat. Úgyhogy a felhatalmazás nélkül nincs ráhatásunk, én úgy érzem. Örömmel hallottam a felhatalmazást, mint előfeltételt, és a zenbot másik végét is meg szeretném fogni itt, mert hogyha a saját tanítód nem hatalmaz fel, akkor belőled nem lesz hiteles tanító, az biztos. Ugyanilyen fontos a tanítványok bizalma, és arra a felhatalmazás, hogy tanítsd őket. És a zenben mind a kettő nagyon fontos. Világos, hogy Ázsiában inkább a fölötted lévő felhatalmazása a fontos, és itt Európában, vagy a nyugati féltekén pedig az, hogy a tanítványaid értsenek veled egyet, legalábbis bízzanak benned, és még akkor is kitartsanak melletted, mikor mondjuk a személyed nem tetszik, de a tanításod nem változott, hiszen mindenki keresztül megy olyan fázisokon, mikor mondjuk a tanítványainak az egy része, hogy azt mondja, hogy hát mi történt ezzel a tanítóval? Pedig amit tanít, az ugyanaz, de ő változik. Na de milyen irányban? És a zenben ezt nagyon világosan megfogalmazzuk, és azt érzem, hogy ha egy hagyomány
ugyanazzal a mércével méri a mestert és a tanítványt, akkor ez mondjuk a alapvető hitelességnek az egyik komoly pontja. Nálunk az egyik legfontosabb mondat az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ez nagyon jó hangzik. Nagyon sokan mondják, igen, csinálj, ébredjünk föl, segítsünk másokon. Igen, meddig? Tehát hány hétig szeretnéd ezt csinálni, vagy hány hónapig, hány évig? Aztán visszatérsz ahhoz az önmagadhoz, akit egyébként ott akartál hagyni, amelyik annyira nem tetszett. Úgyhogy az, hogy ébredj föl, az azt jelenti, hogy pillanatról pillanatra legyél szíves visszatérni a kezdőpontba, ebbe a pillanatba. És nehogy azt hidd, hogy neked valami nemes és magasztos célod van egy útnak a túlvégén. Valójában az út azt jelenti, hogy te folyamatosan visszatérsz ide. El sem mozdulsz ebből a pillanatból, és az út az állandóan visszatér. Az állandó jelenlét. És amerre az elméd elvinne, na azt az utat nem követed. És érdekes módon az állandó visszatérésből, az állandó letisztulásból lesz az út maga, mert az idő telik. A hagyományt megkaptad, ha számodra használható és segítő valamilyen módon fenntartod, és hogyha rájössz, hogy tovább is kell adni, akkor kezdődik az igazi nagy munka. Mert ha addig nem váltál felnőtté, akkor azután se fogsz. Ahogy Lajossal beszélgettünk nem egyszer erről a témáról, három éve hátranézett, és nem látott maga mögött senkit. És én tavaly hátranéztem, és nagyon komoly tanítványaim távoztak, hogy pontosan miért, azt ők is tudják, de én is tudom, és nem ugyanazt tudjuk. És innentől kezdve az igazi feladat az a dharma átadása. Tehát körülbelül ugyanannyi ideje, 33, illetve 32 éve foglalkozunk ezzel, és amivel foglalkozunk, az nem csak eszközzé, hanem életté vált. És amikor életté válik valami, akkor megismered a csínyát és a binyát. Ugyanúgy, amikor valaki az élet társaddá válik, akkor megismered minden egyes karmáját, minden egyes sejtalkotóját, ha tetszik, ha nem. És itt az az érdekes, hogy ahhoz, hogy valóban segíts máson és magadon egyaránt, ahhoz a saját tetsző és nem tetsző tudatodat fel kell adni. És ez a feladás, az a belső harc, aminek a minőségét az előbb hallhattátok, az a ksatria, az a harcos, amelyik belül vívja meg ezt a harcot, és nem hajlandó sem a maga, sem a mások véleményét elhinni. Az ok és okozat törvényét viszont tisztán kell látni. Valójában mit csinálunk magunkban és másokban. És hogyha te innen egy felébredettebb tudattal távozol, akár egy töredék százaléknyit, már kevesebbet szenvedsz, és már kevesebbet szenvedtetsz. És aki nem tanul meg megszabadulni a saját szenvedésétől, az másokat sem fog megszabadítani. Aki másokat nem szabadít meg a szenvedésüktől, az magát sem fogja. Ez oda-vissza működik. Ezért a személyes karma megtisztítása három nagy területen képzelhető el, a párkapcsolatban, a családban és a csoportban. Az itt kifejtett munka az eszenciális, nélkülözhetetlen része a saját személyes megszabadulásodnak, mely után, hogyha te annyira letisztultál, arahat lettél, bódhiszatva tudatod van, akkor vállalásból térsz ide vissza, és nem kényszerből, nem azért, mert a rossz karmád visszahúz, nem azért, mert a bűntudatod újabb és újabb cselekedeteket diktál beléd, hanem azért, mert vállalod az életet. És hogyha körülnézel ezen a földön, valójában ez a kétféle embertípus van, amellett, hogy nagyon sokfelől nézheted az életet, és nagyon sokféle szempontot alakíthatsz ki. De nagyon látszik, hogy ki az, aki többségében vállalta a karmáját, és ki az, aki többségében teherként viszi. Én tudom, hogy teherként vittem, amikor elkezdtem nőni és nődögélni, rengeteg volt a teher a gondolatban és az érzelemben is, és az igazi segítség az, amikor egy hagyomány segítségével te a teherből eszközt csinálsz, a kényszerből vállalást csinálsz. Szembenézel önmagaddal, és látod, hogy ezért születtem meg, ezért ők lettek a szüleim, ezért születtem ebbe a társadalomba, ezért beszélem ezt a nyelvet, nekem ez a dolgom, nekem ez az utam. És ennek a felismerése juttathat el odáig, hogy másoknak is segíthetsz ebben. Hogy ráébredjünk arra, hogy miért vagyunk itt, mi közünk van egymáshoz, és hogy egy felébredettebb tudattal jobb minőségű életet tudunk élni, és egy kevésbé félelmetes halált tudunk halni.
Úgyhogy ahhoz, hogy valamilyen szellemi utat, akár a művészet, akár a harcművészet, akár a lovasiászat, akár a zen útján járjunk, az semmi más nem kell, csak egy nagyon komoly belső elhatározás. Kurelu voljok, és ez a belső elhatározás fogadalommá válik, eltökéltséggé válik, kitartássá válik, lojalitássá válik, műalkotássá válik, és ezeknek a közös nevezője az az önzetlenedés és megtisztulás. Ebben tud bármilyen hagyomány segíteni, ha szeretnéd, és visszakanyarodom a kezdő mondatra, ha te ezt nem szeretnéd, akkor ez nem történik meg. Írjunk egy verset. Monológ? Annyit fűzök hozzá, most az én íróságomból, hogy egy alapszó a gyönyörűség. Gyönyörködtetni akar. Nem tanítani, hanem gyönyörködtetni. És ez a gyönyörködtetés, az előbb szó volt erről, ugye. Ez azt jelenti, hogy ez valahol az egész univerzális teremtésnek egy alapfoga. Az egész világ attól van, hogy a lényeknek gyönyörűséget okoz. Tehát mondjuk azt mondanák, hogy ezentúl az utódokat úgy kell nemzeni, hogy egy 3-tól 5-ig utódnemzés, akkor nem lennének utódaink. És ugyanezt az állatvilágban, a természeti világban, attól ilyen csodálatos a világ, hogy a gyönyör hozza létre. Ha ebből kivesszük a gyönyört, és marad a kemény küzdelem, akkor a dolog elszegényedik, és valahol a leglényegét veszi ki. Nekem az elsődleges célom az, hogy gyönyörködtessek, élvezetesen gyönyörködtessem az embereket. Csillogjon a szemük, és szívesen egyék, és szívesen igyák azt, amit én oda teszek elé. Szifu, te gyönyörködtetsz? Hát, hogyha valaki harcolni akar, az egy vállalás, azzal szembe kell nézni. És én azt gondolom, hogy aki valóban harcos, az a fájdalmait transformálja. És nem áldozattá válik egy edzés alatt, hogy megverték, hanem fölemelkedik, és büszke lesz arra, hogy végigbírta azt az edzést. És ez egy hatalmas nagy különbség, hogy az ütések és rúgások mellett történjen ez szóban vagy fizikálisan, mit élünk meg? Folyamatos felemelkedést, vagy folyamatos bántalmazást? És egy tanítónak feladata az is, hogy észrevegye ezt, és azt mondja, hogy állj, ez nem a te utad. Én nem akarlak bántani. Hogyha más harcművész jön hozzám, volt már erre példa többször, megkérdezem, hogy valóban harcolni szeretnél-e? És hogyha úgy érzem, hogy nem tud rá választ adni, akkor megkapja az első lökést. Lehet, hogy tenyérrel. Mert volt olyan, aki azt mondta, hogy ő az éles szituációkat szeretné. Mondom, biztos vagy benne? Igen, ő csak az éles szituáció érdekli. Pum! Kapott egy pofont. Most maradj benne. Lefagyott. Mondtam, hogy most vagy az éles szituációban, gyerünk. Mit kéne tennem? Hát, üss meg. Üsselek meg téged? Hát, kaptál egy pofont. De te vagy a tanító. De te megkaptál egy pofont, még nem vagyok a tanítód. Most akarsz idejönni. És nagy nehezen tudott megütni, hát addig folytatódott ez a dolog, amíg nem kaptam 2 hatalmasat. És akkor azt mondtam, hogy végre megérkeztél. Végre itt vagy, és most vagyunk azon a ponton, hogy valójában téged is tudlak tanítani. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy
hogy a fájdalom és a gyönyör az milyen összefüggésbe tud létrejönni. Mert ugye mindenki szeretné a gyönyört, meg az eredményt, meg a jó érzést, viszont nagyon kevesen szeretnének megküzdeni érte. Mindenki csak a jó oldalával, az erősségével szeretne foglalkozni, kevesen keresik a hiányosságait. Márpedig a fejlődésünk az ott van. Lajos, mi a küzdelem? A harci művészeti iskolák adnak otthont és lehetőséget arra, a harcos arhetipusnak, hogy önismeretre és a személyiség fejlesztésére tegyen sort. Viszont a harci művészeti iskolákban nem csak harcosok, hanem turisták is vannak. Nem szabad őket alábecsülni, őket érdekli valami, őket lehet, hogy csak a mozgás érdekli, lehet, hogy a közösség érdekli, lehet, hogy ez a történelmi háttér, vagy ez a filozófiai háttér. Egy harcművészeti iskolákban nagy arányban vannak harcosok, és nagy arányban vannak turisták. Mi a különbség a kettő között? A gyakorlat mindenkinek fáj, de a harcos az nem szenved. Azért rezonál a szívemben mindaz, amit hallottam, de különösen a utolsó pár perc, mert a zen talán a legharcosabb irányzata magának a buddhizmusnak, és nem azért, mert történelmi léptékkel mérve a zen szerzetesek Japánban, Koreában és Kínában egyaránt megvédték a társadalmukat, hanem azért, mert a szellemi fejlődést a harc útján a dharma küzdelemben képzelik el, és teszik is. Akkor, amikor bejössz az interjú szobába, ugyanúgy szemben állsz a tanítóval, ahogy egy kung fu teremben, és az első rossz válaszodra megkapod azt a pofont, hogy nem tudod. Nem a fájdalomtól szenvedsz, hanem attól, hogy nem igazoltak téged vissza. Hogy nem mondták, hogy te jó ember vagy, nem mondták, hogy igazad van, és hogy te nem tudod. És folyamatosan hetente többször szembeülni a koannal, a paradoxszal, a látszólag áthatolhatatlan fallal, ez egy elképesztő gyakorlat azért, mert az elméd mindenhova vinne. Már bánod, hogy idejöttél, már inkább turistaként nézted volna csak végig a dharmatermet, és mentél volna haza tovább, hogy valamilyen audiovizuális termékkel zsibbazd az elmédet, de mégis te itt ülsz, és a harcosnak nem szenvedés a fájdalom. Tehát te megtanulsz együtt élni fájó térdel, merev derékkal, esetleges begörcsölt hátizmokkal, mert harcolsz azért, hogy te más ember légy, mint amiként te idejöttél. És a dharma küzdelem az a felébredésért folyik, a kardja az intuíció, az eredménye a döglött illúziók. Ezt kell vállalni. Tehát, hogyha te zen gyakorolsz, nem turistaként, hanem tényleges útonjáróként, akkor csak az illúzióidat veszítheted el, azok viszont holtan fognak heverni az út két oldalán. Az utat meghiúsult ábrándok, elképesztő kudarcok és a sikertelenség élménye szegélyezi. És ha ezekben nem akadsz bele, akkor kihozod magadból azt, ami nem jó és nem rossz, de egy váratlan pillanatban az lesz az, ami tiszta tükörként működve megválaszolja a kérdést. Miért? Mert legyőzted önmagad. És most Lajos szeretném kérdezni arról, hogy szerinted mi a hős? A győző. Nagyon foglalkoztatott a halál, és nagyon foglalkoztatott az a kérdés, hogy őseink hogy voltak képesek olyan csatákba belemenni, amikor mindnyáján tudták, hogy nem kerülnek ki élve. Leventének az volt a feladata, Árpád egyik fia, hogy a teljes bolgár haderőt kösse le, míg Árpádék a vereckei szoroson bejönnek. Ennek a hadműveletnek a célja, hogy a civil lakosság zavartalanul haladjon úgy be Vereckén, hogy az ellenséges haderő az azt a hatást érezze, hogy a teljes magyar hadsereg támad. Ezt hívták martaléknak. Ezek az emberek úgy mentek bele küzdelembe, hogy tudták, hogy nem fognak élve kikerülni.
meg is halt mindenki, de a civil lakosság megérkezett a Kárpát-medencébe. És ez engem nagyon foglalkoztatott, hogy csinálták ők, a tátosok beavatták, a maga társadalom szolgáltatta azt a fajta pszichés alapot, ami lehetővé tette számukra, hogy ilyen döntéseket hozzanak és belemenjenek. Hiszen ha úgy megyek egy csatába, hogy vagy életben maradok, vagy nem, tehát van kilátás arra, hogy élve hazakerülök, az nem ugyanaz a helyzet, mint úgy belemenni egy csatába, hogy tudom, hogy nem jövök haza élve. Sokat foglalkoztatott ez a dolog, kerestem a halált, kerestem a halál közeli pillanatokat, hiszen azt gondoltam, hogy aki a halállal küzd, az nem tud az ellenséggel küzdeni, az a saját halálfélelmével fog küzdeni. És nagyon sok olyan élethelyzetben mentem bele, ami halál közeli élményt hozott, utólag hátborzongató, hogy miket csináltam, így 60 év fölött már biztosan nem vállalnék ilyeneket. Éreztem a halál hideg leheletét a tarkómon, és az volt a célom, hogy én bizony bátor ember leszek. Én megküzdök a halállal, bejárom ezt az utat, és kiképzem magam úgy, hogy én nem fogok félni a haláltól. Jelentem, nem sikerült. Ez sem. Egy csomó dolog nem sikerült, de ez nagyon nem sikerült, de egy tapasztalatot kihoztam. Nagyon a halálfélelem olyan mélyen van az emberi lélekben, hogy talán ezt a halálfélelmet ezt senki nem tudja megszüntetni, és én nagyon örülök annak, hogy nekem sem sikerült, mert valószínű, hogy egy elmebeteg lennék, hogyha ez sikerült volna. Nem sikerült a halálfélelmemet fölülírnom, nem sikerült megszüntetnem a halálfélelmemet, és miután végigmentem ezen a korszakomon, én azt láttam, hogy a félelmeinknek nagyon fontos szerepe van az életünkben. Nem baj az, hogyha félünk. Mégis hogy lehet belemenni a halálba? Úgy, hogyha van valami fontosabb, ami ezt fölülírja. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete? Ugye, mondta Petőfi. Tehát én azt gondolom ezekről a harcosokról, hogy számukra nem az volt, hogy nem féltek a haláltól, de valami fontosabb volt, ami ezt a halálfélelmet fölülírta. És mindig keressük meg az érzelmeinkbe ezt, hogy oké, félek. Félek, de van-e valami fontosabb ennél, ami ezt le tudja győzni? És még egy rövid történet, hogy én a halált azt mindig kívülről vártam. Éreztem a leheletét a tarkómon, éreztem, hogy itt van körülöttem, rengeteg olyan élethelyzet volt. És így azt vettem észre 60 fölött, hogy van egy halál, ami belül van, ami megrágta egy picit a vesémet, ami egy picit beleharapott a bal csípőmbe. Tehát van egy halál kívül, ami ott suhogtat a kaszával, és van egy halál belül, ami dolgozik. Tehát kint is, bent is zajlanak ezek a folyamatok. Köszönöm szépen. Péter? Hát nézd, a mi világunkban hősnek nevezik a tragikus hősöket, de a mi szemléletünkben a világ két arcú tragédia és komédia. A komédiának nincsenek hősei, mert nevetségesek, de ugyanolyan gyönyörűséges, és még talán nagyobb élvezetet okoz. Mondok egy jelenetet, hogy válik az egyik a másikká. A Rómeó és Júlia előadásának a főpróbáján történt, hogy a Mercutio szerepét egy remek színész játszotta, egyébként egy nagy balfácán, és játszotta a Mercutio gyönyörűen, és olyan szép volt az előadás, hogy közben, amíg nem ő volt a színen, kiosont, és beült mellénk a páholyba, hogy nézze azt a gyönyörűséget, ami ott folyik, és majd ő jött. És nézte, és egyszer csak elvarázsoltan azt mondta, most jövök én. És akkor... Gyönyörű. Ez fantasztikus. Hát ugye lekéssük néha a saját színrelépésünket, és ez valami eszméletben, hogy ez micsoda. Én azt kívánom, hogy mindenki találja meg a hős saját magában, és ez a hős nem a celeb, nem a sztár, nem a narcisztikus, nem a sikermániás, nem az, aki kívül elér valamit,
hogyha a Buddha útját megnézzük, ő neki nagyon elege volt abból az önmagából, akivé 28 éves koráig vált, pedig azért nem vált rossz emberré, vagy rossz uralkodóvá, mindent megkapott ahhoz, hogy egy nagyon korrekt maharádzsa legyen. De nem kellett neki, és ezért úgy gondolta, hogy ő ezt le fogja győzni magában, és kiderült, hogy a maharádzsát nem győzte le, csak átalakult egy megvilágosodott uralkodóvá, és egy hatalmas szangája lett 45-49 év alatt, úgyhogy ő ezt nem akarta, ő ezt tette. Tehát tedd, ne akarj, és végképp ne próbálkozz. Tedd, hogyha hiszed, ha látod, hogy jó, ha segít másokon és magadon, tedd. Mi az ára? A hamis önképek az ára. Tehát a Buddhát koreaiul Dae-ungnak hívják, a nagy hősnek, és a Buddha termek egész Dél-Koreában Dae-ung John, a nagy hős csarnoka. Azért, mert legyőzte a hamis önképeit, legyőzte a dühét, legyőzte a kapzsiságát, és eljutott igazi önvalójához, és ezért ebből fakadóan egy igazi önmaga lett. Önvalót tapasztalata nélkül nincs normális hiteles személyiség. Önmeghaladás nélkül önmegismerés sincs. És hogyha megismerted önmagad, legyél szíves meghaladni, ne elégedjél meg azzal, aki éppen most vagy. Úgyhogy a hős útja nagyrészt láthatatlan, a fegyver pedig a tisztánlátás, semmi más. Ezt a tisztánlátást kívánom mindenkinek, és hálás szívem megköszönöm Müller Péter, Kassai Lajos és Szifó Ambrus Szabocs részvételét ezen a beszélgetésen. Köszönöm a figyelmeteket!